Köszöntöm nézőinket! A mondás azt tartja, hogy mindenki tehetséges valamiben. Hogy aztán ezt a tehetséget ki tudja-e bontani, meg tudja-e élni mindazt, amiért ő ide teremtődött, az egy másik kérdés. Erről a problémáról beszélgetünk majd Halmelinda klinikai szakpszichológussal, aki a Matthias Corvinus Kollégium test- és lélekműhelyének vezetője, és akit köszöntök a stúdióban. Melinda, mi a tapasztalata? Eltűnnek a tehetségek, vagy előkerülnek? Üdvözlöm én is a nézőket. Ez egy nagyon komplex kérdés. Ma Magyarországon azért inkább azt látjuk, de reméljük, hogy javuló tendenciában vagyunk, inkább azt látjuk, hogy nagyon sok tehetség eltűnik, vagy egyáltalán nem is kerül felszínre a tehetsége. Nyilván ez egy nagyon komplex kérdés, hogy mit nevezünk tehetségnek. Beszélhetünk itt szektorbeli sajátosságokról, akár a gazdasági tényezőket tekintve is. Tehát nagyon fontos az, hogy mit tartunk tehetségnek, mi van a mi narratívánkban, mi az, amit valóban értékelünk, mi az, amit értékel a társadalom. Mert lássuk be, számos olyan műfaj van, amiben lehet valaki tehetséges, de hogy nem feltétlenül teremt értéket, vagy nem feltétlenül érték a társadalom számára jelen pillanatban. Én azt gondolom, hogy nekünk az is a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy igenis számos féle tehetség van. Ezeket a tehetségeket megtaláljuk, és ez egy ilyen felkiáltó jeles mondat, hogy igenis meg kell találnunk, fel kell kutatnunk őket, majd ezt követően, hogyha már rájöttünk, hogy tehetségesek, és akár személyiségbeli tényezőik is megengedik, hogy ezt a tehetséget kibontakoztassák, akkor igenis kell segíteni őket ezen az úton. Kinek van ebben szerepe? Nyilván gondolom a családnak feltétlenül, bár ez is azt gondolom, hogy egy tévút is lehet, mert hogy valaki meghallja Piroskát szépen zongorázni, attól még nem biztos, hogy Piroska tehetséges. Viszont lehet, hogy a családnak meg rendelkezésére állnak olyan lehetőségek, hogy eljutassa valamelyik pontig. Pontosan. Nagyon azt gondolom, hogy maga a szubjektív jelleg, és azért, hogyha egy családot nézünk, ott elég sok érzelem van. Akár a pozitív, akár a negatív irányba egyébként. Tehát olyan családokról is tudunk, és olyan családok is kerülnek a látóterünkbe, akik valójában egy tehetséges gyermeket nevelnek, de mivel ők maguk nem úgy szocializálódtak, nem úgy edukálódtak, nem úgy vettek részt az oktatásban, vagy abban annak a műfajnak a tehetséggondozásában, ezért igazából nem is merik fel, hogy a gyermekük tehetséges, és sokszor nagyon nehéz meggyőzni őket arról, hogy de igen, itt van egy tehetséges gyermek, akinek erre és erre és erre az útra lenne szüksége ahhoz, hogy ez ki is bontakozzon és meg is tudjon valósulni az ő álma, de hogy ebben a család együttműködése szükséges, és hát sok esetben azért itt falakba ütközünk. A pozitív irányba szintén látunk egyfajta elmozdulást, hogyha az érzelmek jobban elviszik a szülőket, a családot, elfogultabbak a gyermekükkel szemben. Azért azt gondolom, hogy ebben is tudunk segíteni, mert hogy nagyon sok szorgalommal sok mindent el lehet érni valóban, de a szülőknek pedig nem biztos, hogy esetleg a saját álmaikat kell a gyermekükben megvalósítani, vagy arra ösztönözni, hogy azt valósítsák meg, hanem akkor inkább találjuk meg, hogy miben tud szorgalmasan és motiváltan eljárni. Most tehát nyilván erre tud majd válaszolni, hogy mekkora teher egy gyerek számára, ha elkezdik nyomni, hogy ő tehetséges. Mindenképpen óriási teher. Tehát én azt gondolom, hogy az is nagy teher, hogyha valakit folyamatos kudarcok érnek. Tegyük fel, az oktatási rendszerben nem illeszkedik egy gyermek, de az is borzasztóan nagy teher, hogyha valakitől az elvárások mindig maximalisták és perfekcionisták. Én azt hiszem, egyébként lehet ezeket jól kezelni, és én nagyon sok olyan jó példát, és nagyon jó tinédzsereket látok, akik igenis tudják kezelni ezt a fajta szorongást, de szerintem nekünk feladatunk a szülőket, a pedagógusokat arra ösztönözni, hogy ez a maximalizmus, ez ne feltétlenül legyen egy ilyen szorongató helyzet. Tehát igenis... Ez nem az lenni.
Valójában tud. Tehát maga a szorongásról alapvetően nem lenne baj, hiszen a szorongás mire ösztönöz minket, mindenféle cselekedetre, és tényleg azt gondolom, hogy ez így megfelelő. Egészen addig, amíg a szorongás nem ér el egy maximális pontot, amikor is a legjobb lesz a teljesítmény. De ha ezen túl megy, akkor bizony problémát jelent, és a teljesítményben is látunk visszaesést, akár egy teljes blokkot, mondjuk egy zenei előadás során ezt gyakran látjuk, vagy akár sporteseményeken. Én azt gondolom, hogy lehet igenis edukálni a pedagógusokat, a szülőket arra, hogy éppen azt a maximális pontot kellene elérni. Nyilván ehhez ugye rendkívül sok lelki tényező is kell, hogy azt a gyermek el tudja érni, de kell mellette egy nagyon megfelelő egyensúly. A rekreációs tevékenységekben, a hobbiban, a mozgás és a nem testileg mozgató fizikai tevékenységek között, tehát, hogy egyszerre edzük a szellemet és a testünket. Van egy pont egy ember életében, amikor tényleg ki lehet mondani róla, hogy ő tehetséges? Tehát nem csak arról van szó, hogy mondjuk maradjunk a példánál, hogy Piroska ügyesen zongorázik, ez átbillen, és azt mondjuk, hogy Piroska nem csak, hogy ügyesen zongorázik, hanem még tehetséges is. Szóval hol van ennek a határa? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex fogalom is, és talán nehéz ezt a határt meghúzni, de mindenképpen tudunk azért határokat húzni. Egyrészt az átlagtól való fölfelé való elmozdulás, bármilyen tekintetben. Viszont én azt gondolom, és azért ezt szeretném leszögezni, hogy én nagyon fontosnak tartom az érzelmi intelligenciának a használatát és a megfelelő használatát a siker elérésében. És valójában én ezt szoktam hangsúlyozni, hogy a mai gyerekeknek, a mai fiataloknak, nem kizárólag gyerekekről beszélünk már, hanem a középkorosztályról, egyszerűen úgy látom, hogy ha érzelmi intelligencia nem a megfelelő szinten van, azt nem fejlesztjük, már pedig lehet fejleszteni, számos technikánk van rá, és arra nem ügyelünk, akkor a kognitív IQ-t hiába fejlesztjük, és próbálunk tényleg egy maximális pontot elérni. Úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogy az érzelmi intelligenciára mindig is fektessünk nagyon nagy hangsúlyt, akár nagyobbat, mint a lexikális tudásra, akár nagyobbat, mint más műfaji sajátosságokra. Mekkora felelőssége van az oktatási rendszernek abban, hogy egyrészt megtalálja a tehetséget, másrészt kibontakoztassa? Magának a közoktatási rendszernek alapvetően én azt gondolom, hogy nagyon nehéz feladata van. Tehát egy 36 fős osztályban igen nehéz a tehetséget külön gondozni. Én ezt is megértem, és azt hiszem, hogy valóban talán nem feltétlenül a közoktatásnak a feladata mindez. De akkor kellene mellé olyan szakköröket, és ezt nagyon sok pedagógus egyébként egyénileg csinálja rendkívül magas színvonalon, és azt hiszem, hogy ezek jó utak. A tehetséggondozó intézmények szintén egyre többen vannak, vagy egyre minőségibb befogadó közeget nyújtanak a fiatalok számára. Én azt hiszem, hogy ezek szükségesek, tehát ezek kellenek kiegészítő tevékenységek a közoktatás mellé, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a közoktatási rendszer nagyon jól működik. A probléma általában akkor van, amikor valaki kilóg, akár az egyik végponton, akár a másik végponton ebből a rendszerből, és nekik akár vagy fejlesztés kell, vagy bizonyos szinten fejlesztés, bizonyos szinten pedig tehetséggondozás. És én azt gondolom, hogy ezek az alternatív utak valósulnak meg borzasztóan nehezen, márpedig a tehetségekről azért sok esetben elmondható, hogy kilógnak a sorból. Mennyire határozza meg egy gyerek sorsát azt, hogy hova születik ebből a szempontból? Egyértelműen is nagyon nehéz helyzet az, amikor tényleg egy olyan közegbe születik egy tehetséges gyermek, ahol mondjuk nem támogató a közeg. Ez sok minden miatt lehet, tehát nem feltétlenül a szülőknek a rossz indulata, vagy valamilyen személyiség probléma, hanem egyszerűen az is lehetséges, hogy egy kulturális sajátosság, hogy nem azt tartják értéknek, amit mondjuk mi egy modern társadalomban úgy gondolunk, hogy valóban érték. Nehéz ezeket a sorsokat valóban menedzselni, és tényleg azt gondolom, hogy a legjobb eredményt akkor tudjuk elérni, hogy a családként tudunk együttműködni. Tehát bevonjuk magát az eredeti családot, bevonjuk természetesen a közoktatásban tanító pedagógusokat, és bevonjuk a többi kollégát, aki a tehetséggondozással foglalkozik. Én éppen ezért ezeknél a gyerekeknél kifejezetten nagy terhet látok, hiszen ők folyamatosan
folyamatos bizonytalanságban vannak, nagyon el tudnak bizonytalanodni, még inkább, mint azok, akik egy támogató közegből érkeznek. Úgyhogy ők az ő esetükben kifejezetten fontosnak tartom, hogy a lelki gondozás is megvalósuljon. Az elmondható, hogy egy hátrányos gazdasági helyzetben élő család esetében, még ha egyébként támogató is a szülői háttér, jelentős hátrányban indul ugyanazzal a tehetséggel valaki, mintha egyébként anyagilag megengedheti magának a család azt, hogy segítse az utat. Valóban azt elmondhatjuk, hogy van egy ilyen fajta különbség, és azért hozzáteszem, hogy magának az egzisztenciális problémáknak ugye más következményei is lehetnek. Most, hogyha én a pszichológiánál akarok maradni, akkor ott egyértelműen nehezebb egyáltalán megoldani, hogy a gyermek sportoljon. Nehezebb megoldani egyszerűen az anyagi források miatt, egyszerűen azért, mert sok testvér van mondjuk, nehéz a szülői szerepeket szétosztani a gyermekek között. Ha az egyik kap, akkor mindegyik kell, hogy kapjon. Tehát rendkívül sok ilyen hátrány van. Az is lehetséges, hogy egy olyan földrajzi területen élnek, ahol nem feltétlenül elérhető bármilyen plusz tevékenység. És azért tudjuk, hogy például kisgyermekkorban maga a fizikai aktivitás igen erőteljesen összefügg az idegrendszeri éréssel. Tehát én ezért is hozom mindig példának mondjuk azt, hogy nem tud elmenni mozogni, sportolni a gyermek, mert így már csak ebből is egy hátrányból indul, hogy maga az idegrendszeri érési folyamatokat nem támogatjuk úgy, ahogyan ezt valóban kellene. Egyértelmű a különbség, igen, ilyen szempontból, de nem behozhatatlan. Mi a jó megoldás? Családban hagyni és fejlődni és kívülről megtenni a segítséget, vagy kiemelni ebből a közegből, és bevinni egy tehetséggondozó programban, és azt mondani, hogy megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy menjél. Minden esetben azt támogatjuk, hogy igenis a családban legyen megoldva ez a probléma és ez a kérdés. Nem fogunk azzal azt gondolom előrelépni, hogyha a szülők egyfajta fenyegetettséget, vagy valamiféle bizonytalanságot fognak még inkább átélni, vagy akár bűntudatot. Hiszen nagyon sok esetben nem tehetnek arról, hogy ilyen körülmények között él a gyermekük. Azt próbáljuk, és ez a protokoll szerint ugye az lenne a legideálisabb, hogyha úgy tudnánk beavatkozni, hogy közben a családjában, szerető közegben, bizalmas légkörben tudjon maradni a gyermek. Tehát a kiemelést azt egy teljesen más kontextusban használnám csak legfeljebb. Viszont azt elmondhatom, hogy igenis van, amikor mondjuk az segítség a családnak, hogy mondjuk egy bentlakásos intézménybe kerül a gyermek, és ott a tehetséggondozás valóban megvalósul. Ez szociálisan is akár segíthet a családnak, de ezek azért nagyon egyéni történetek. Én alapvetően azt mondom, hogy igenis maradjon mindenki a családjában, szerető, támogató, bizalmas közegben, és inkább próbáljunk úgy beavatkozni, hogy a szülőket is megnyerjük magunknak, és nekik is próbáljunk segítséget nyújtani. Ezt kérdeztem volna, hogy lehet, hogy ennek a feladatnak az első köre az nem is a gyerek, hanem a család, vagy az a közeg, amiben a gyerek nő? Egyértelműen egy rendszer szinten gondolkozunk, tehát itt nem egy embert kell valójában segítenünk, hanem az egész családot ilyen szempontból. Akkor lesz igazán sikeres maga a tehetséggondozás, és akkor lesz igazán sikeres maga a gyermek, a jövő generációja. Tehát én azt hiszem, hogy azok a pedagógusok is most, hogyha a közoktatásban látjuk őket, azok járnak el jól, és látszik, hogy empatikusak nagyon sok esetben, akik igenis tudják, hogy milyen a családi háttér, foglalkoznak azzal is, hogy mi a helyzet otthon, és nem kizárólag a tananyagra koncentrálnak. Rendszer szintűvé kéne emelni a tehetséggondozást, vagy rendszer szintűe egyáltalán? Én azt gondolom, hogy érdemes lehet rendszer szinten is tehetséggondozást megvalósítani. Jelen pillanatban ezt a közoktatásban nem látjuk. Mondom, ilyen egyéni programok vannak, és persze vannak ilyen nagyon jó pályázatok, és vannak olyan szervezetek, amelyek támogatják a tehetségeket, hogy ez pontosan rendszer szinten hogyan tudna jól megvalósulni, azt gondolom, hogy már egy igazán komplex folyamatnak lehetne az eredménye. Van arra példa, hogy mondjuk fejlettebb társadalmakban jól működő rendszer szintű tehetséggondozás hatására
visszatükröződnek ezek az eredmények, és akár mondjuk kulturális szinten, vagy akár gazdasági szinten ennek a visszajelzései megjönnek a társadalomba. Azt fontos látni, hogy alapvetően az oktatásról vannak ilyen kimutatások, hogy igenis az oktatásnak a minősége, az egyáltalán a lakosságnak az összedukáltsága oktatási szinten, az igenis összefügg a gazdasági teljesítménnyel, összefügg bizonyos gazdasági mutatókkal, vagy egyáltalán magával a versenyképességgel például egy ország esetében. Ezt látjuk egyébként a saját történelmünk egy tökéletes példa arra, hogy a rendszerváltás után mi történt pontosan az oktatásban, és hogy azóta mi történik a gazdasági folyamatokkal. Erre egyébként egyértelműek a statisztikák, tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés és mérföldkő. Hogy konkrétan a tehetséggondozás az hogyan valósul meg az egyes országokban, az pedig szerintem szinte összehasonlíthatatlan. Éppen azért, mert eltérő a kulturális és történelmi háttér, esetleg más tartunk értéknek az egyik országban, mint a másik országban, viszont azt gondolom, hogy éppen ezért nem is feltétlenül lehet nagyon összevetni a teljesítményét az egyes diákoknak. Természetesen vannak azért alapkövek ezekben a kérdésekben. Tudjuk, hogy mit kell tudnia egy 18 évesnek matematikából, hát erről szól az érettségi. Tudjuk, hogy egyes dolgokban mi az átlag, és mi az, ami tényleg valami bravúros eredményt hoz. De azért azt is látni kell, hogy a mai világban egy ilyen folyamatosan változó környezetben, ahol az influencerek és az innovátorok gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra képesek befutni és kamatoztatni valami olyan tehetséget, amire nem is gondoltunk, hogy mérni kellene. Itt azt gondolom, hogy borzasztó nehéz lenne nagy összevetéseket tenni. Mégis a beszélgetés elején azt mondta, hogy hagyjuk elleszni a tehetségeinket. Szóval, hogy ha ez így van, akkor hol követjük el a hibákat? Inkább azt mondanám, hogy nagyon sokáig hagytuk elveszni a tehetségeket, és most pedig igyekszünk felzárkózni, hogy igenis ezek a tehetségek maradjanak itthon, próbáljuk őket integrálni, próbáljuk őket szocializálni, és hát próbálunk alkalmazkodni egyrészt a nyugati világhoz, másrészt meg bizonyos szempontból a tudományos innovációkhoz. Tehát fel kell növeszteni ezeket a fiatalokat. Én azt hiszem, hogy ez egy igen komplex és nehéz kérdés. Szerintem jó úton járunk, de még messze nem értünk a végére. Nagyjából talán 10 év múlva tudok válaszolni erre a kérdésre érdemben. Nagyon sok civil szervezet tűzte zászlajára ezt a feladatot. Nagyon sok egyéni vállalkozás van, vagy hát nyilván magánvállalkozás, aki ugyanerre szerveződik, hogy segítse ezt a folyamatot. Ez a jó megoldás, vagy társadalmasítani kéne másképpen? Azt gondolom, hogy ezek a pici megoldások is megoldások, és ezeknek is óriási segítség lehet egyéni szinten egy-egy családnak, egy-egy fiatalnak, egy-egy embernek. Látunk ilyen példát a művészeti ágazatban, a sportban, vagy számos tudományterületen, amikor igenis egy-egy ösztöndíj program az egy fiatalnak az életét gyakorlatilag sínre teszi, megoldja, elindítja egy bizonyos pályán és egy bizonyos úton. Ezek is nagyon fontosak. De azt gondolom, hogy ez nem elég. Tehát az egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt társadalmasítani. Mi azon dolgozunk, és azt gondolom, hogy igenis lehet, de nyilván ez egy óriási munka, és sok-sok évig fog eltartani. Csodabogarak a tehetséges gyerekek? Vannak köztük csodabogarak, és vannak köztük olyanok, akik jókor, a jó pillanatban nyilvánulnak meg. Tehát olyan nagyon érdekes, mert hogyha rájuk nézünk, akkor nem látunk semmi különbözőséget, vagy kuriózumot rajtuk. És mégis, amikor egyszer csak valaki kinyílik, és azt gondolom, hogy ez igazán a mércéje annak, hogy ki tudjuk-e bontakoztatni a tehetséget, és én ezt szerencsére sokszor átélem, egyszer csak valaki kinyílik, és úgy nyilvánul meg, akkor ott látjuk, hogy igenis jó döntést hoztunk, ő egy tehetség, és
valamiben tudja integrálni így a saját életébe, vagy akár tapasztalati szinten, gyakorlati szinten azt a tudást, amit mondjuk akár nálunk megszerez, akár egy másik tehetséggondozó intézményben. Mert hogy számos előadáson én azt látom, hogy olyan kérdéseket tudnak feltenni a tehetséges fiatalok, amire tényleg nem gondolna az ember. És ebben a jó kérdés... Mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy ha már valakinek jó kérdései vannak, valóban releváns kérdések, valóban el tudunk menni tágabb perspektívákba egy-egy beszélgetés során, akkor ez igencsak fokmérője annak, hogy valaki tehetséges-e. Például nem nagyon szoktunk arra gondolni, hogy mekkora tehetség kell ahhoz, hogy ne csak egy dologhoz értsen valaki. És valójában pedig a fiataloktól jelen pillanatban ezt várjuk, hogy mindenhez értsenek legalább egy kicsit, de még legyenek kiemelkedőek is bizonyos területeken. Tehát azért ez borzasztóan nehéz. Azt gondolom, hogy az a fiatal, aki már ezt meg tudja tenni, hogy igenis felépíti azt, és megérti azt, hogy mindenhez kell érteni egy kicsit, nem lehet azt, hogy én rossz vagyok matematikából, és akkor jó leszek másból, és akkor az elegendő. Ez elegendő volt korábban, már nem elég. A mostani fiataloknak valójában mindenben ott kell tudni lenni, legalább egy átlagos szinten, és még néhány dolgot hozzá kell tenni, hogy valóban kibontakoztassák magukat. Nem szorulnak ki a korosztályos közegből? Ez egy nagyon nehéz kérdés megint csak. Sajnos én közben foglalkozom bántalmazottakkal, nagyon sok iskolai agresszióval. Vannak köztük a tehetséges diákokból is, hiszen személyiségszerkezetileg sokszor kilógnak azért mégiscsak. Tehát nem feltétlenül kinézetben, vagy ahogyan általában ugye szoktuk mondani, hogy az iskolai agressziónál nagyon gyakran egy különbözőségre fókuszálnak. Valaki molettebb, valaki szemüveges, valaki szeplős, és hogy ebből indul egy zaklatási kör. És valaki pedig tehetséges, de olyan szinten, hogy lehetséges, hogy ez egyszerűen csak személyiségszerkezetében nyilvánul meg, ott abban a közegben, ahol van. És ezért is nagyon fontos az szerintem, hogy elmondjuk, hogy ez nem kell, hogy kedvét szegje a tehetségeknek, hogy igenis lesz olyan közeg, amelyik támogató, amelyik elfogadó, ahol sok hasonló diák jön hasonló átélt problémákkal. Vannak, akik igenis áldozati szerepbe kerülnek, de azért hozzáteszem, hogy vannak, akik pedig a basák ezekből a tehetséges diákokból, mert hogy ők lehet, hogy másban tehetségesek. Természetesen belőlük kevesebb van, mint áldozatból, és azért nagyon komplex megint csak az, hogy kiből és hogyan és milyen közegben és milyen háttérrel lesz mondjuk egy agresszor, de hogy bizony azért elég tüskések tudnak lenni a fiatalok. Azt érzem, amiket elmond, hogy mint sok mindenben az életben, ebben is az összefogás az, ami meghozhatja a gyümölcsét. Ez mindenképpen, tehát a szociális hálózat, a maga család, mint egységnek a, hát hogy mondjam, kiemelése és támogatása, és annak a pozitívumainak a hangsúlyozása szerintem igen fontos, és emellé tudnak bekapcsolódni tényleg az oktatásnak a szereplői, és a tehetséggondozás mindenféle szereplői. Természetesen ehhez anyagi forrás kell. Tehát nagyon nehéz tehetséget gondozni úgy, hogyha tényleg egy borzasztóan nehéz szociális háttér van. Hogyha csak arra gondolunk, hogy mi az alapvető létszükséglet, hát az, hogy legyen étel az asztalon, az, hogy legyen levegőnk, az, hogy biztonságban legyünk. Ezeket nem tudjuk átlépni, tehát ez egy hierarchikus rendszer. Az önmegvalósítás csak akkor fog tudni működni, hogyha ezek megvannak. Ezért is hangsúlyozom mindig, hogy a szociális hálózatnak óriási szerepe van, és természetesen a gazdaság szereplőinek pedig a társadalmi felelősség vállalásban van talán óriási szerepe, hogyha ezt tudják megfelelően kamatoztatni, és hozzáteszem, nagyon sok jó programról tudunk, ahol akár szakembereket képeznek, konkrétan vállalatok, cégek belépnek ebbe a képbe, nem feltétlenül csak állami szinten történnek meg ezek a dolgok, kiírják az ösztöndíj programokat, ezek igenis nagyon nagy hatást tudnak gyakorolni a fiataloknak az életére. Én meg azt gondolom, hogy ez egy állami programnak kéne, hogy legyen, alaphelyzetben egy állami programnak kéne legyen,
hogy jól gazdálkodjunk a saját tehetségeinkkel és a saját tehetségünkkel is. És ebben jelentős forrásokat kéne, nem tudom mennyi van, de hogy ebben jelentős forrásokat kéne beletenni. Én is azt gondolom, hogy az lenne majd az ideális cél. Nem feltétlenül csak állami feladat egyébként, de hogy az lesz a cél, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon jó úton járunk. Melinda, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!